Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A házassággal kapcsolatos összefüggések, a házasság szimbolikája egy igen érdekes dolog. Először abból kell kiindulnunk, hogy a magyar szó, mármint a házasság, az feltételezi azt, hogy van egy házunk. Nem rossz, ugye? Tehát, hogy akkor kötünk egy társas kapcsolatot, akkor hozunk létre egy társas kapcsolatot, ha már van hol laknunk. Tehát ez a fogalom, hogy család alapítás, ez feltételez egy helyet, ahol ez létrejöhet. Hogy ezt családi háznak hívják, vagy valamilyen villának, vagy jurtának, ez ebből a szemszögből nézve mindegy. De innentől kezdve azt mondjuk arra a helyre, ahol kialakítunk egy közös életet, egy közös életformát, oda járunk haza, haza megpihenni. Az lesz az otthonunk. Tehát a házasság az feltételez egy otthont, feltételez egy hazát, ahol jól érezzük magunkat. Milyen érdekes a magyar nyelv. Az otthon, a haza, a ház, a házasság, ezek mennyire összefüggő fogalmak. És akkor lehet azt mondani, hogy nemzetieskedés. Hát semmi köze nincs ez. Ez nem a nemzetieskedés, hanem az emberek életberendezése. Lehet, hogy ez az elmúlt évezredekben így volt jó, és most valami újnak kell jönni, ezt én nem vitatom. De minden esetre eljutottunk egy olyan helyzetbe, ahol az új még nincs itt, a régit a többség megtagadja, és valójában bekerültünk egy káoszba, bekerültünk a nihilbe, bekerültünk a nagy büdös semmibe. Mert ez se jó, meg az se jó. Már a szerelemben is használtam ezt a fogalmat, hogy elkötelezettség. A hűségnél is fogom használni. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy kitartok, elköteleződöm valami mellett. Elköteleződöm, hogy ez az ember lesz mostantól a társam. Elköteleződöm a gyermekem mellett, hogy én vagyok a te apád, és én kitartok melletted. Elköteleződöm az otthonom mellett, és az otthonomra vigyázok, azt gondozom, azt fenntartom egészen a sírig. Hogy közben változtatok rajta, az nem érdekes. Az az érdekes, hogy elköteleződöm, és úgy tekintem, hogy az ugyanúgy hozzátartozik, mint a testem. Hiszen a test is, ahogy szokták volt mondani, a lélek temploma, tehát a lélek lakhelye. A test a lélek lakhelye, a testnek kell egy védett hely, amit otthonnak nevezünk, egy lakás, egy ház, amelyben élünk, amely az életterünk, és amely a család, és a család gondozásnak az alapja. Éppen ezért óriási jelentősége van annak, hogy a házasság az nem pusztán két ember együttélése, hanem egy közös otthonban való együttélése. Ebből következik, hogy amit a őseink, nagyszüleink, felmenőink mondtak, hogy a távolság megöli a kapcsolatot, megöli a szerelmet, ez igaz. Tehát az óriási jelentőségű, hogy együtt kelünk fel, és együtt térünk nyugovóra. Egy lakásban élünk. És ebben a lakásban, ebben az otthonban, lehetőleg úgy alakítjuk ki a helyet,
hogy mindenki számára legyen egy nyugodt körülmény, egy nyugodt környezet, egy pár négyzetméternyi saját terület, ahol az egyének ott lehetnek a féltett portékái, ott lehetnek a mindennap használt ruhái, és különböző egyéb tárgyak, eszközök, amelyek segítik az ő életét. És hogyha ezeket figyelembe vesszük, ha ez így megvan, akkor minden adott ahhoz, hogy kiteljesedjünk a közös életünkben. Ez a közösség. Tágabb értelemben a haza is egy közösség. Tágabb értelemben van egy nagyobb terület, ahol sok-sok ember él, hasonló nyelvet beszél, hasonlóképpen gondolkodik, és ezeket úgy hívják, hogy németek, magyarok, franciák, olaszok, tök mindegy, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy van egy úgynevezett identitás tudatuk. Tehát tudják, hogy hol vannak a határaik, és ők azt a területet betöltik, addig terjeszkednek, addig nyúlnak, tehát odáig terjed a takaró vége, és ez ugyanígy érvényes a hazára, mint az otthonra. Nem megyek át a szomszédba ramazúrizni, mert az már nem az én lakásom. A saját lakásomban teszem a dolgomat, nem a szomszédnál. A szomszéd maximum, ha meghívott, vendégeskedem, de ott én vendég vagyok. Az nem az enyém, az nem a sajátom. Fontos az, hogy legyen az embernek birtoka? Bocsánatot kérek, az első kérdés, fontos az, hogy legyen az embernek teste? A testünk is a birtokunk. A testünk nem mi vagyunk, a testünket használjuk. A test a lélek temploma. Tehát a valódi önmagunk, a lelkünk, az a testet is lakhelyül használja. Ideig, óráig. Aztán, amikor meghalunk, akkor kiszáll belőle. Elszáll, mint a lélegzet. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor azt is mondhatjuk, hogy az a hely, ahol a család együtt él, az egyben egy légtér. És ez a légtér azt is jelenti, hogy itt egy levegőt szívunk. Ha jól érezzük magunkat egymás mellett, akkor jó érzés egy levegőt szívni. Ha nem, akkor belebetegszünk. Különösen akkor, ha nem merjük képviselni magunkat, és nem merjük kimondani, hogy szeretnénk valami mást kapni, valami mást megélni, valamit máshogyan csinálni. Van még egy másik nagyon fontos szavunk. A házassággal kapcsolatos. Ugye mondhatjuk azt, hogy a házasság az egy folyamat. Két ember összeköti az életét, és onnantól kezdve ők házas társak lesznek. A házasság aktusát esküvőnek nevezzük. Tehát esküvő az nincs minden nap, viszont én minden nap házastárs vagyok. Én minden nap az az ember vagyok, aki összeházasodott, és mostantól kezdve együtt él a házas társával. Visszatérve az esküvő szavunkhoz, annak a szótöve eskü. Az a nagy kérdés, hogy jelent-e ez még nekünk valamit, ez a szó. Ahogy az őseink szent esküvéssel fogadtak valamit, ugyanígy a házasságban két ember szent esküvéssel fogadta azt, hogy kitartanak egymás mellett. Lehet, hogy ez az esküvő, ez már avit fogalom. Lehet, hogy az őseink vérszerződése az akkor még érdekes lehetett, jó buli volt, vagy mit tudom én, érdekes játék. Az a nagy kérdés,
hogy most mondanám a katolikus egyházat, ugye a házasságot szentségként tiszteli. Szentség, a szentségei közé emelte. A házasság szentsége. Ismét egy új szó, egy új fogalom. Szent. Van-e még számunkra szent dolog az életben? El tudjuk-e még fogadni azt, hogy van olyan érték? Van az életünknek olyan fontossága, jelentősége, amely számunkra szent? A szentség, ami személyes, ami számunkra személyes és szent. Nos, én visszatérnék az esküvő fogalmához, ahol szent esküvéssel fogadjuk, hogy kitartunk egymás mellett jóban, rosszban. Egészen addig, míg a halál el nem választ minket egymástól. Ezt a szent esküvést valójában azért tesszük, hogy az a másik ember, aki szintén szent esküvéssel fogadja, hogy velünk fog élni, az biztonságban lehessen. Két ember szent esküvése, az feljogosíthatja őket arra, hogy a bizalom, amely egy kapcsolat talán legfontosabb alapeleme, sarokköve, az a bizalom, az meglegyen. Tehát gondoljunk csak arra, ha most nagyon anyagiasan nézzük a dolgot, mind a két ember dolgozik látástól vakulásig, és az egyik ember egyszer csak gondol egyet, elköltözik, és a szépen összegyűjtött közös pénzt azt elviszi magával. Ez valójában azt jelenti, hogy ő a szószoros értelemben kifosztja a társát. Valójában nem csak anyagilag fosztja ki, hanem érzelmileg is, hiszen életének valószínűleg ez lesz a legnagyobb csalódása. Tehát megtehetjük-e a szeretet szabályát, a szeretet lényegét, a szeretet szentségét ismerve, megtehetjük-e egy másik emberrel, hogy kiforgatjuk mindenéből? Én csak kérdéseket teszek fel. Mindenkinek joga van magában úgy válaszolni, ahogy akar. De egy biztos. Azért beszélek ezekről a fogalmakról, mert számomra még ezek a fogalmak szentek. Szent az esküvő, szent a házasság, szent a szeretet, szent a szentség. És azt gondolom, hogy addig van egy társadalomnak is biztonságos alapja, míg ezek a fogalmak mindannyiunk számára szentségek, és ezért kötelező érvényűek. Itt nagyon-nagyon fontos kihegyezni arra a szóra, hogy kötelező, hogy ez a saját belső kötelesség tudatunkból, a saját belső kötelezettség vállalásunkból fakad, és nem más erőlteti ránk ezt. Hát ez a nagy kérdés, hogy van-e még bennünk olyan belső érzés, amihez elköteleződünk? Van-e még bennünk olyan fajta vágy, hogy mi is, és az embertársaink is ezen értékek szerint éljék az életüket?
ha van egy közös nevező, tehát például, hogy ezek az értékek értékek, akkor az a társadalom számára egy kohéziót jelent. Akkor az a társadalom összetartozónak érzi magát. Egy kisebb csapat, a család, ha a családban is megvan ez a kohézió, akkor a család is összetartozónak érzi magát. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az a család, ahol nincs meg ez a kohézió, ott előbb-utóbb az a család szét fog menni. Viszont az a társadalom, ahol egyre több család szétmegy, tehát ami kicsiben nem működik, az nagyban se fog működni, tehát ott a társadalom is szétesőben van. Tehát a dolgok azok ott kezdődnek, hogy mi az az érték számunkra, amely mellé letesszük a voksunkat, amihez hozzáigazítjuk az életünket, és ennek megfelelően tesszük a dolgainkat, és éljük az életünket. Van ugyanis egy rossz hírem. Ha egy társadalom ugyanúgy szétzilálódik, mint egy család, akkor onnantól kezdve nagyon durva élet fog bekövetkezni a világon. Onnantól kezdve nagyjából ugyanaz a helyzet lesz, mint a szavannákon, amikor az oroszlán elmegy vadászni. Az erősebb legyőzi a zebrát, jól lakik, a többiek meg félelemben élnek. Tehát ha nincs egy általánosságban elfogadott közös nevező, közös értékmérő úgy a családban, mint a társadalomban, akkor az a társadalom meghalt. Onnantól kezdve ott az emberek szó szerint begyűjthetnek fegyvereket, önvédelme, de hát ugye mindig arra gondoljanak, hogy azt mondja Jézus, aki kardot fog, kard által vészel. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy harcra rendezkedünk be, az egyébként visszaidézi az ősközösségnek, amikor a, mit tudom én, nem tetszett a szomszédnak, hogy teszem azt, nagyobb szerencsém volt a vadászaton, és akkor ezek után kőbunkóval egy óvatlan pillanatban hátulról leütött. Elmehetünk ebbe az irányba, de ezt akkor én visszafejlődésnek nevezném. Hiába van mobiltelefonunk, hiába tudunk a holdra szállni, ha nem tartjuk egymást tiszteletben, ha nincsenek meg a legalapvetőbb olyan jellegű törvények, amelyek az életünk biztonságát szavatolják, akkor onnantól kezdve a helyzet teljesen kezelhetetlenné válik. Kitör a káosz, anarchia, bármi, nevezzük, ahogy akarjuk. Hogy egy társadalom egységes legyen, az ott kezdődik, hogy egy család egységes. Hogy összetartozó, hogy nyilván én most nem azt mondom, hogy nem lehet válni, vagy van, amikor egy társas kapcsolat nagyobb szenvedés, ha megvan, mint ha nincs. Én azt mondom, hogy ha egy társadalomban az emberek nagyobb mennyisége már magányos, és ezek a fogalmak már nem szentek számukra, az a társadalom, annak a társadalomnak vége. Onnantól kezdve nem beszélhetünk közösségről. Mindenki a saját pecsenyéjét sütögeti, és onnantól kezdve ez a pecsenye sütögetés odáig fog menni, hogy csak idő kérdése, hogy mikor kezdik el egymást levadászni az emberek. Érdemes ebbe belegondolni. Tehát az érték, és hogy milyen érték, és hogy mi mellé rendezem az életem, ez igencsak fontos, és igencsak lényeges, és alapja nem csak a egyéni vagy a családi közösségnek, hanem a társadalmi közösségnek. Visszatérnék az esküvő szóhoz. Tehát megesküszöm a másiknak, hogy kitartok mellette.
előfordulhat, hogy ez nem fog sikerülni, de akkor legalább tisztában legyek azzal, hogy megszegtem az eskümet. Mert az esküt nem illik megszegni. Ez megint az érték része. De ha már semmi nem számít, ha ez a szó csak annyit jelent, hogy E-S-K és egy Ü betű a végén, akkor semmit nem jelent. Tehát ha csak négy betűből áll számunkra, ha nem egy olyan fogalomnak a kifejeződése betűkben összerakva, amely számomra szentség, akkor felemegette az egészet. Manapság nagyon sokan együtt élnek. Az együttélés az nem jelent biztonságot. Ez körülbelül olyan dolog, mint amikor elmegyek és kiveszek egy albérletet. Vannak bizonyos szerződések, de hát végül is szerződéseket felrúgni lehet, kirakni lehet, több pénzt kérni érte lehet. Tehát magyarul bármelyik pillanatban megmásíthatom a gondolataimat. Minek ide a papír? Ez is egy ilyen jó kis mondat, ezt szokták mondani, különösen fiataloknál hallom. Minek a papír? Édes jó Istenem, a szertartás, tehát hogy tartunk egy olyan szeretet ünnepséget, ahova meghívjuk a rokonságunkat, a barátainkat, a papír az ebben a kérdésben huszadrangú. Itt az a lényeges, hogy van két tanú, van egy úgynevezett gyülekezet, akik előtt szent esküvéssel kijelentjük, hogy összetartozunk. Amikor két ember összeköltözik, ott nincs szertartás. Ide hozhatom a nadrágomat, meg a bugyimat, meg a mit tudom én szoknyámat? Oké, hozzad. Melyik az én szekrényem? Ebbe rakodhatsz, kész. Ezzel a dolog el van intézve. Kis túlzással azt merném mondani, hogy ágyrajárók vagyunk. Van egy lakás, amit bérlünk, vagy amit az egyik megvett, és akkor én valójában megtűrt ember vagyok az ő lakásában, és akkor rak lapátra, amikor akar. Hogy ez a házassággal is megtörténhet? Természetesen. Csak ott egy óriási különbség van. Amíg én egy együttélésben nem fogadtam meg senkinek semmit, magamnak sem, addig az esküvőnél nem csak, hogy én magam megfogadtam, hanem vannak rá tanúk, mindenki hallotta a számból, hogy megesküdtem, hogy Kati mellett, vagy Juli mellett, vagy Feri mellett, vagy Zoli mellett kitartok a síri. Ez egy nagy különbség. És valójában az önértékelésem szempontjából jó lenne, ha szembe tudnék azzal nézni, hogy én ennek az eskünek a megszegője vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy temessem el magam. De minden esetre onnantól kezdve rá kell arra jönnöm, hogy nem vagyok elég kitartó. Nem vagyok elég felelősségteljes. Nem vagyok elég elkötelezett. Nem vagyok elég komoly. És az én szavam az nem sokat ér, mert bármikor visszavonom. És ezek erkölcsi kérdések, amelyeket természetesen most ki fogom mondani, magasról le lehet szarni. Igen, ezt lehet csinálni. Csak akkor az a társadalom, aki így kezd el viselkedni, annak a társadalomnak vége. Annak a társadalomnak lőttek. Mitől házasság egy házasság? Igen, lehet az elején egy papírnak fogalmazni. Még akkor is, ha szentesküvéssel fogadtam mások előtt, a házasság attól lesz házasság, hogy én minden nap a magam tehetségével, képességével elkezdem kitölteni. És egy nagyon-nagyon fontos dolog van. Ez a házasság elvben szerelemből fakadt. Tehát meghatározó kell, hogy legyen, hogy a házasságunknak a sorvezetője az mindenképpen a szeretet kell, hogy legyen.
Szeretet nélkül sem együttélés, sem semmi nincs ezen a világon. Mindennek az alapja a szeretet. És kedves néző, te, aki most élsz, te, aki most hallgatod ezt az adást, abból vagy, hogy az édesanyád és az édesapád egy pillanatra, ha csak egy pillanatra is, de szeretett. Mert hogy szerették egymást, és ennek a szeretetnek te vagy a megtestesülése. Te magad vagy a szeretet megtestesülése. És az a kérdés itt mindannyiunk számára, hogy tudjuk-e folytatni, hogy tudjuk-e továbbadni a szeretetet, és hajlandóak vagyunk-e arra, hogy nap mint nap, bár olykor ügyetlenül, olykor totyogva, olykor esetleg hasra esve, de igyekezzünk egész életünkön keresztül a szeretet lényegét megvalósítani. Az életünkkel, a tetteinkkel, és persze természetesen a tetteket megelőző gondolatainkkal. Minden a szeretetről szól. Ha a házasság nem, akkor megette a fene. A szeretet határozza meg az életünket. És ebben első helyen van a magammal való szeretetben lét. Tehát, hogy szeressem és elfogadjam magamat. Addig, amíg nem szeretem és nem fogadom el magamat, addig én szeretett koldus vagyok. Addig én mástól kuncsorálom a szeretetet. Addig nekem az életem nincs a helyén. Nem azt mondtam, hogy valaki úgy szeresse magát, hogy egobuljánzásba kezdjen, vagy valami elképesztő narcisztikus ömlengésbe. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ugyanolyan értékes tagja vagyok a társadalomnak, mint bárki más. És ezt minden nap tudnom kell. Ezzel minden nap jóban kell lennem. És azzal is, hogy jogom van a levegőhöz, jogom van a szeretethez, jogom van a fényhez, a táplálékhoz, az italhoz, mindenhez, ami az életem kiteljesítését lehetővé teszi. Hiszen azért költöztem ebbe a testbe, hogy kiteljesítsem az életemet. És a kiteljesítése az életemnek az egyben azt is jelenti, hogy mások számára is adtam a szeretetet, kaptam is, és adtam is. Nem jó egyiket se túlzásba vinni. Ha csak kapni akarok, az se jó, ha csak adni akarok, az se jó. Egyensúlyban van az élet. Ahogy kilélegzem, úgy belélegzem. Adás és kapás. Egy házasság is akkor működik, ha abban megvan az adás és megvan a kapás. Talán egy kicsit hosszúra sikeredett, de szeretném elmondani, hogy ezekről a fogalmakról még mindenképpen kell majd beszélgetnünk. Azt hiszem, hogy majd egy ilyen anyagot fogok úgymond még közzéadni, hogy a házasság gyakorlati lépései, hiszen a házasság az én feltételezésem szerint egy életre szól. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra.